A Fezen második napján a koncertek sorát a Kombi Christ nyitotta meg 17 órakor. A metal együttes Atlantából utazott Fehérvárra, hogy találkozzon rajongóival, zenéjével, szórakoztassa a közönséget. Mi a Kombi Christ miatt jöttünk, és nagyon nagy kedvencünk, a kislányom 2 éve dobol, úgyhogy több koncerten voltunk már, idén ide jönnek, akkor mi ide jövünk. Többeknek nagy élmény volt hallgatni a metal zenekar előadását. Először vagyok itt, nagyon élvezem, én igazából barátaimmal jöttem, nagyon régóta készülök fesztiválokra, most sok van a kezemen látszik. Egymás után ez a nyaram arról szól, hogy minden fesztiválon, minden koncerten próbálom beépíteni az energiákat, pont ennek a Kombi Christnak, egyszerűen olyan energiájuk van. És most voltam először a koncertjükön, és annyira közvetlenek mindenki, a dobostól kezdve, már itt volt, mindenkit megismertem, és elképesztően kedvesek, barátságosak, szerintem imádják az embereket, imádják a közönséget. A koncert után meg is mutatták közvetlenségüket a tagok, vidáman fotózkodtak a rajongókkal. A legnagyobb társaság volt, a közönség csodálatos. Nagyon jól éreztük magunkat, a korábbi budapesti koncertjeinkről is láttam itt barátokat. A Fehérvár nagy színpadon Gangsta Zoli és a Kartell lépett fel szép számú közönség előtt. A koncert előtt már jóval megtelt az első sor. Nekem ez az első élményem, így kint a fesztiválon, illetve a kamasz fiamat szerettem volna egy kicsit belevinni az életbe. Szeretem hallgatni, meg tetszik a szövegük. Igazából a szövegük tetszik a legjobban. A Hooligans este 19:30-tól szórakoztatta a közönséget, a zenekar 21 dalt hozott el a Fezen Fesztiválra. Próbáljuk vegyes vágottat csinálni, ugye most már van vagy 16 lemezünk, már nem is tudjuk számolni, mennyi van, de az utolsó két albumunkról is nagyon sokat játszunk, meg a régiekről is, szóval fele-felébe van igazából a műsor, ami azt jelenti, hogy 10 régi dal van, 11 új, valamint hogy úgy értem az utolsó két lemezre, hogy az 3 éven belüli dalok, azért mi nem az a zenekar vagyunk, akik szeretne csak a régiekből megélni, hogy a régi slágereinkből, hanem mindig újítunk és új vonalon vagyunk most jelen pillanatban is. A Hooligansnek Sugorói zenész is a tagja, Romanek Gergely 2,5 évvel ezelőtt érkezett a zenekarba. Agárdi Popstrandon történt ez a találkozás, ott játszottam egy másik zenekarommal, a Hooligans előtt pontosan, és akkor hamarabb odaértek a srácok, megnéztek bennünket, és már akkor én nagyon tetszett nekik, amit ott a színpadon ténykedem, és amikor kiderült, hogy Kés Márki Zsolti szeretne kiszállni a zenekarból, akkor rögtön megkerestek, meghallgattak, és tulajdonképpen azóta együtt muzsikálunk. A Fezen második napján fellépett még többek között Tédeni, a Ród, Pogány Induló, a Tankcsapda és a Prince.